Együttműködő partnerünk proserver.hu, fényképes ajándéktárgyak.hu, BenQ. Meg minden. Köszöntök mindenkit, a Restartot látjátok. Hát péntek van, Restart extra igazából, de sajnos Marci nem tud itt lenni a mai napon, úgyhogy velem vagytok kénytelenek beírni. Én is csak ilyen fél gőzzel vagyok itt, mert hát még mindig bujkál bennem némi kis betegség. De Marci, ha minden igaz, és úgy alakul neki, akkor lehet, hogy Skype-on keresztül be fog tudni jelentkezni, de fizikailag nem tud ideérni, mert kicsit elhúzódott egy projektje, úgyhogy nem ért volna ide a műsor kezdésre. De a műsor ettől függetlenül ugyanarról szól, amiről korábban is, segítünk nektek számítás, technikai problémák megoldásában, tanácsokat igyekszem adni a mai nap folyamán is, úgyhogy érdemes hozzánk fordulni. A képernyő alsó részén olvashatjátok az elérhetőségeinket, elmondom azért őket. Van egy telefonszámunk, 44-51-349-es, ezen keresztül lehet hívni. Alapdíjas budapesti szám, úgyhogy többletköltséget senki számára ez nem jelent. Fenn vagyunk a Skype-on is, mint ahogy az előbb is említettem, majd remélhetőleg Marci is bejelentkezik, úgyhogy várjuk szeretettel, és természetesen a ti hozzászólásaitokat is várjuk szeretettel. tv.fixhd ez a Skype-os címünk, egy mikrofon, vagy pedig egy webkamera segítségével már is be lehet kapcsolódni a műsorba, és hát ez utóbbival ugye videóhívás formájában is meg lehet ezt tenni. Aztán fenn vagyunk a Facebookon is, közösségi oldalunk, fixes rajongói oldal, a facebook.com/fixhd, ezt lehet lájkolni, érdemes, mert fixes nyereményjáték is lesz majd a Facebook lájkolók, illetve megosztók között, úgyhogy már most is várjuk természetesen a lájkolókat az oldalunkra, és hát itt lehet az üzenőfalon keresztül hozzászólni, cikkeket ajánlani, illetve akár kérdezni is, itt egymás kérdéseit is látjátok, tehát egymásnak is lehet reagálni a különböző posztokra, úgyhogy azért érdemes inkább itt a közösségi oldalon keresztül kérdezni. Van egy weboldalunk, www.fixhd.tv, ugye a televíziónk hivatalos oldala, itt pedig minden fontos információt megtaláltok a televízióról, műsorokról, műsorvezetőkről, élő adás nézési lehetőség is van, ha valaki tévén keresztül nem tudná nézni a műsorunkat, akkor a neten keresztül ezt meg tudja tenni, méghozzá többféle formátumban is. Van egy hagyományos, ugye az SD felbontású adásunk, és van egy HD, tehát jobb minőségű, HD minőségű adás, ezt is lehet nézni. Sőt, a videótárból, ha lemaradtatok volna valamelyik adásunkról, akkor tudjátok pótolni, megtalált az összes műsorunk, illetve műsor részletünk is. Nézzétek és böngészetek és keresgessétek meg a számotokra leginkább érdekeset, és még mobilon is elérhetőek vagyunk, úgy mellesleg, ez pedig az m.fixhd.tv-s címem lehet. Szintén élőben figyelemmel kísérni bennünket valamilyen mobil kütyű segítségével, okostelefonnal, táblagéppel, kinek melyik a szimpatikusabb, vagy melyikkel rendelkezik, ezzel tudja nézni. Androidos, illetve iOS-es rendszer érhető el egész pontosan első körben a műsor, de persze más alternatív okos készülékkel is lehet próbálkozni. Ott az androidos ikont javasoljuk, hogy arra kattintsatok, és akkor több mint valószínű, hogy el fog indulni mondjuk BlackBerry vagy akár Symbianos operációs rendszeren keresztül is. Igen, a telefonomat nem halkítottam le, úgyhogy ezt most megteszem, de ti nyugodtan hívhattok, hát ne a mobilomon, hanem inkább a televíziónak a központi telefonszámán, 44-51-349 lehet csörögni. Lesz nyereményjáték is a műsor végén, fel fogok tenni egy kérdést, és ilyen egér alátétet lehet nyerni ajándék gyanánt a fényképes ajándéktárgyak.hu felajánlásából, ilyen fixes logóval ellátott egér alátét. Nem tudom, ki mennyire használ még egeret, én még szoktam, itt van a kis egerem egyébként. Ide be van dugva a laptopba, kicsit kényelmesebb ezzel, mint a touchpaddel, úgyhogy én még mindig szoktam használni, úgyhogy elég praktikus kis dolog tud lenni, akár egy ilyen kis egérpad vagy egéralátét is. Játszatok ezért, úgyhogy majd figyeljetek a kérdésre, a műsor végén fogom feltenni. Na jól van, hát ugye sok minden történt a héten, ezeket is összeszoktuk így foglalni a pénteki adásban, úgyhogy én most nem ezzel kezdeném, de majd ezekről is persze szó lesz, hanem a legutolsó elég nagy történéssel, a tegnapival, ugye a tegnapi műsor folyamán zajlott pont egy idő
időben a restarta kint az Egyesült Államokban, Redmondban egész pontosan. Ugye a Microsoft bejelentése, amikor is bejelentett a Windows 8-at, illetve az ehhez kapcsolódó egyéb eszközt is, például ugye a Surface-t, illetve az operációs rendszer különböző válfajait is megmutatta nektek. Erről próbáltunk itt közvetíteni, csak ugye akkor még a műsor idejében még nem hangzottak el lényeges információk, most viszont már tudunk konkrétumokat is a megjelenésről. Kérem szépen, megérkezett a két új Windows, és hogy miért kettő, ez is rögtön ki fog derülni, bár szerintem akik eddig is figyelték a híreszteléseket, illetve a híreket, az ezzel kapcsolatos híreket, azoknak ez annyira nem újdonság. A Microsoft bátor tetre szánta el magát, amire kevés hasonló méretű cég vállalkozna. Az egyik legfontosabb termékét, az évente több 10 milliárd dollár termelő Windows-t félredobta, és összerakott helyette két teljesen új operációs rendszert. New Yorkban magyar idő szerint csütörtök este mutatták be. Egyikük a Windows 8, amely a korábbi rendszerek funkcióit is tartalmazza, a másik az otthoni userek számára szánt Windows RT verzió. Nagyon fontos megkülönböztetni egymástól a két rendszert, mert majdnem akkora köztük az eltérés, mint mondjuk az Apple iOS és OS X-es rendszerei között. Mégis a Windows 8 és az RT között elég szoros a kapcsolat, és éppen ez ad lehetőséget a Microsoftnak a piacvezető pozíció visszaszerzésére. Tehát nem kisebb a tét, mint hogy visszaszerezze a piacvezető pozícióját, ami igazából valahol megvan. De ugye, ahogy néztük és beszéltünk erről pont talán a múlt héten, hogy az Android, mint úgy operációs rendszer, nagyon az élre tör, és hogyha azt nézzük, hogy az okostelefonok, illetve táblagépek nagy részén a világban Android operációs rendszer fut, olyan sok eszközön fut Android operációs rendszer, hogy lepipálja a Windows operációs rendszert használók számát. Tehát érdekes a vetekedés ezen a téren. A Microsoftnak nem nagyon volt választási lehetősége, vagy újít, vagy véglegesen a háttérbe szorul. Amíg csak a PC-k voltak, a Redmondi cég uralta az informatikai piac 95%-át. De ma már statisztikák is alátámasztják, hogy a személyi számítógépek kora lassan véget ér. Megjelennek a PC-t helyettesítő táblagépek, okostelefonok, és a Microsoft későn reagált ezekre a változásokra. Ha nem csak a számítógépeket vizsgáljuk, hanem az összes eszköz piacát, beleértve az okostelefonokat és a táblagépeket is, akkor a Forrester kutatócég szerint a Microsoftnak mostanra 30% körülire apadt a részesedése. A Google az Androidnak hála körülbelül 40%-kal vezet, míg az Apple 20%-kal a harmadik. Az Apple és a Google által generált egyre szorosabb verseny miatt kell sútba dobni a régi Windows-t és létrehozni valami újat. A Microsoft azonban elkövetett egy súlyos kommunikációs hibát, legalábbis ez látszik a Windows 8 borús jövőt jósló cikkéből. A szoftvercég nem véste be elég jól az emberek fejébe, hogy nem egy, hanem két különböző operációs rendszer készül, amely csak félig meddig csereszabatos, pedig ez komoly fegyvertény. Ez lehet a Microsoft sikerének a titka ugyanis. A Windows 7 utódja az Intel és AMD processzoros, vagyis X86 és ugye X64-es architektúrájú számítógépeken futó Windows 8 otthoni és pro változata. Ez a rendszer alkalmas a notebookok vagy a PC kiszolgálására, olyan, mint az Apple kínálatában az OS X operációs rendszert néznénk. Itt jegyezzük meg, hogy az Apple rendszerének legfrissebb verziójában már felbukkant néhány olyan funkció, amivel eredetileg a telefonokon és táblagépeken találkozunk, ilyen például az üzenetküldő vagy a FaceTime videós chat, az emlékeztetők, valamint a Twitter és a Facebook beépülött moduljai gyakorlatilag. Mivel a Windows 8 rendes számítógépeken fut, azon sem kell meglepődni, hogy ilyen rendszerrel felszerelt táblagépek ára nem az iPad-ével versenyzik, hanem inkább a MacBook-éval. Ez a rendszer elsősorban a vállalatoknak készült, és mindenki másnak, akinek fontos a teljes hardware kompatibilitás, a profi rendszerfelügyelet és a rugalmas alakíthatóság. Buherálható akár csak a régi PC-s rendszerek. A másik operációs rendszer, amelyet bemutattak, a Windows RT, vagyis RT gyakorlatilag, ami kizárólag az ARM processzorú gépeken képes futni, és pontosan annyira tudja helyettesíteni a PC-t,
mint az OS X vagy az Android operációs rendszer. Vagy iOS vagy az Android operációs rendszer. Mindhárom rendszer inkább a fogyasztókat célozza meg, korlátozottan kezeli a külső hardvereket, és csak abban az esetben tudnak helyettesíteni egy PC-s rendszert, ha azon a user csak kevés funkciót használ ki. Hát és főleg online funkciókat, ugye. Az RT-s gépeken a hagyományos asztalokon nem futtathatjuk a régi Windows-os programjainkat, és nem tudunk belépni egy vállalati tartományban sem. Bár az a tény, hogy a Microsoft későn lépett be a hordozható eszközök piacára, ez nem jelenti az automatikus kudarcot, láthatja a rivális botlásait és tanulhat azokból. A Windows 8 és az RT például abban nyújt többet az OS X, illetve az iOS párosnál, hogy az újfajta kezelőfelületen, aminek ugye korábban a Metro felületű User Interface volt a neve, ugyanazok az alkalmazások futtathatók, tehát ugyanúgy futnak azok az alkalmazások PC-n is, mint a táblagépen. Nincs különbség igazából. Az Apple rendszerében egy iPad-re megírt alkalmazást nem lehet automatikusan OS X-en futtatni, ezzel szemben a Windows RT-re megírt appok simán futnak, majd a Windows 8-as laptopokon, asztali gépeken, vagy akár a táblagépeken is. Ez pedig arra utal, hogy a Microsoft hajszál pontosan megértette a most bontakozó és a következő 5-10 évet meghatározó iparági trendeket, és ennek alapján fekteti le a megoldást ugye a Windows 8-ban. Nos, kicsit meg kell különböztetni az otthoni felhasználásra szánt eszközök, illetve operációs rendszert is, majd és a biznisz, tehát az üzleti verziót is. Az egyik felkapott trend az úgynevezett BYOD, vagyis a Bring Your Own Device, vagyis hozd magaddal a saját eszközöd, magyarra fordítva betű szóval leírt vállalati politika, ami arról szól, hogy a dolgozó saját eszközeit használja a munkahelyén, mert azokat jobban kedveli az uniformizált céges plédobozoknál. Hát már akinek plédobozokkal dolgozik. Egyébként teszem hozzá, hogy én is akkor egy ilyen BYOD, brandet követek, mert én is a saját gépemmel szeretek dolgozni, mert hát akkor gyakorlatilag tényleg erre már be vagyok rendezkedve, felesleges itt más gépeken dolgozni. Persze azért a televíziónak is vannak saját számítógépei, amiken ugye céleszközök, tehát különböző olyan szoftverek futnak, és olyan hardware felszerelése van ellátva, ami ugye itt a televízió működéséhez szükséges. De hát az ember ezeken nem nagyon szokott mondjuk Facebookozni meg ilyenek, bár ugye egy-egy kollégát ismerve simán láttam én már megnyitva az adás lebonyolító gépen is Facebookot, tehát jó, ne nézz, én nem rólad van szó, te mindig a telefonodat bütykölöd. Jó, na tehát ez azonban rémálom a vállalati rendszergazdáknak, már hogy mindenki az otthoni gépét hozza be. Három okból is. Az első ok, a Windows alkalmazásai nincsenek elkülönítve egymástól, és a felhasználó által feltelepített szoftverektől instabillá válhat a gép. A második ilyen ok, ismeretlen a telepített program forrása, és nem lehet tudni, hogy az valóban csak egy ártalmatlan szoftver, vagy egyben egy keylogger is, esetleg más kártékony kódot tartalmaz. Tehát ugye a felhasználó akár vírust is tud pakolni a gépére, vagy olyan programokat tud rápakolni, amik esetleg kárt is okozhatnak, nem csak a lokális gépen, hanem ugye akár a vállalati hálózatban is ezáltal, hiszen a Windows-ra írt vírusok nagy része az hálózaton keresztül is terjed, nem csak a lokális gépet fertőzi. A harmadik ilyen indok pedig a user gondolkodás nélkül elfogadja a felhasználói szerződést, és nem lehet tudni, hogy ezzel milyen jogi kötelezettségek keletkeznek a gép tulajdonosánál. Hát az ugye azt jelenti, hogy kicsit összemosódnak a vállalati szoftverek, és a vállalat által használt licenszelt szoftverek, és a saját célra vásárolt saját licenszek, és nehéz ezt követni. Tehát gyakorlatilag kicsit nehéz rendet tenni majd a gépen, hogy most melyik szoftver gyakorlatilag kié is. Tehát ez most a cégé, vagy az enyém. Tehát itt lehetnek ebből kifolyólag kavarodások. Tehát ezért sem szeretik a rendszergazdák ezt a verziót. De hát erre is van megoldás. Erre a Windows 8, illetve az RT egy nagyon jó megoldást nyújt. Az RT esetében egyszerűbb a helyzet, mivel az hardveresen elkülöníti a céges, illetve privát környezetet. Az RT-s táblagép
a felhasználó saját eszköze, mivel nem tud belépni a céges tartományba, így nem fenyegeti annak a biztonságát, legfeljebb virtuális asztalként tudja betölteni a vállalati dolgait. A Windows 8 pedig szoftveresen különíti el a két világot, az üzemeltető a rendszerfelügyeleti eszközök segítségével totális kontroll alatt tarthatja a hagyományos asztalt, amelyen ugyanolyan alkalmazások futtathatók, mint például a Windows 7-esen. Ugyanakkor a felhasználónak megengedhetik, hogy személyes adatokat, illetve appokat készítsen a gépére, de kizárólag egy új interfészre teheti ezt. Tehát szét lehet választani a felhasználókat. Ugye az Androidnál is már próbálkoznak egy ilyennel. Az új verzióban, ugye a Keylime Pie-ban, tehát majd a 4.2-es Androidban már van ilyen funkció, hogy külön felhasználókat lehet létrehozni az eszközön, ergo például ilyen vállalati környezetben is lehet egy olyat csinálni, hogy a gépen van egy vállalati user, meg van egy magán user, ergo amikor dolgozol, akkor a vállalati userként jelentkezel be, tehát céges userként, ha pedig magáncélra használod az eszközt, akkor pedig magán userként, tehát ugye a saját profilként használod. Most ugyanez alapból már most működik a Windows 8, illetve a Windows RT rendszereknél is. Fájlok helyett tartalmak, kicsit más ideológiát tettek a különböző fájloknak, tartalom alapján bontja szét az operációs rendszer, de hogy miért akarna a felhasználó pont Windows 8-at, amikor számtalan androidos vagy iOS-es táblagép közül választhat, például azért, mert a rendszer szép, különösen azután, hogy személyre szabtuk a kezelő felületet, kedvenc színeinkkel és akár macskás háttérképeinkkel, és elrendeztük a start menü izgő mozgó csempéit, akkor gyakorlatilag egy hasonló felületet kapunk, amit itt most meg tudunk nektek mutatni, például egy ilyen példát, hogy hogy néz ki egy viszonylag nagy felbontáson Balázs usere. Szerintem egész jó egyébként, tehát tényleg így egész átlátható és színes kockák csempékből áll a történet. Egyébként nekem az bejön valahol. Van, akinek nem annyira, mert tényleg új, meg ez micsoda most, meg most miért kellett ezt. De ha belegondoltok egyébként irányítani, és szerintem nem olyan rossz ez. Pláne, hogy jelzi ugye, hogy hány e-mailed jött mondjuk, egy nagyon nagy számokkal, gyakorlatilag iszonyú nagy ikonok, és ezek nem is ikonok már tényleg, hanem csempék. Tehát gyakorlatilag csempékre cserélődnek le az ikonok, amik ugyanúgy egyébként elérhető rajta az Internet Explorer, csak nem egy kis ikonként, hanem egy csempeként tényleg ilyen kockákban van. Ugye ez azért jó, amit mindig is szoktam mondani, hogy érintőképernyőn könnyebben megnyomható az a bizonyos gomb, vagy hát itt most egy virtuális gombról beszélünk, ugye? Tehát könnyebben rátapintható a lényegre. Vagy valami ilyesmi. Szóval modern is, hiszen bejelentkezünk mindenféle online szolgáltatásba, például a Facebookba, nagyon hatékony a keresője, és kapunk hozzá 7 giga online tárhelyet is a SkyDrive-on, ami egyébként Mac-ről és más platformokról is elérhető. Ez a Microsoft első olyan rendszere, amely fájlok helyett tartalmat kezel, egy SkyDrive-ról megnyitott online szerkesztett Word doksiba, akár Facebookról is beszúrhatunk egy képet, nem csak a saját merevlemezünkről. Tehát innen-onnan cross-platformos, hogy úgy mondjam, ezt így szokták hívni, megint csak egy idegen szó, de jobb, ha megszokjátok, mert találkozni fogtok még vele a jövőben. Tehát cross-platform, amennyit jelent, hogy mindenféle platform elérhető, több fiókos bejelentkezés, stb. Többféle szolgáltatásból használhatod mondjuk a vágólapot, ami egyébként magában az operációs rendszerben is tud működni, de így mégis egyszerűbb egy képet gyakorlatilag a Facebookról lehúzni, mint hogy letölteni a merevlemezre, majd föltölteni, vagy ugye a Facebook esetében posztolni akar az ember, akkor ugye letölt valamit, egy képet mondjuk, és akkor ezt fel kell tölteni a Facebookra, mert most különböző ilyen appok segítségével ez gyakorlatilag egér húzásával, vagy akár ugye az újadnak a húzásával ezt érintő képernyőn teszed, már tudod is move-olni a fényképet, vagy a Facebookról a háttértára, vagy a felhőbe, ugye a SkyDrive-ra, vagy akár más felhőszolgáltatásba, és fordítva is, tehát sokkal egyszerűbben megoldhatók ezek a dolgok. A két új rendszer mellett szól az is, hogy a hagyományos asztali nézet asztali nézetet több milliárd ember ismeri, 10-szer többen, mint amennyi iPod fogyott egyébként eddig. A vezérlőpult, média lejátszó, fájlkezelő és a Paint, még a régi, a megszokott billentyű kombinációk is működnek benne, és nem igazán nagy ügy hozzászokni, hogy a Windows 7 bal alsó sarkából eltűnt start menüje átváltozott egy látványos, könnyen módosítható, ugye egy ilyen start
hogy mondják ezt, start képernyővé gyakorlatilag, tehát egy jó módosítható felületté. Hogyha mindez elég lesz a piaci versenybe a következő hónapokba, akkor kaszálhat a Windows 8, illetve sikeresnek mondhatja el magát. A rendszer pedig a magyar bemutatót követően pénteken alaposan le fogják majd tesztelni a PC fórumos, nem az indexes srácok, bocsánat, és utána majd természetesen mi is be fogunk számolni róla. Tehát majd ma. Ma fogják tesztelni. Ti is ugye teszteltitek már akár, ugye aki a korábbi verziókat már leszette, tehát a már megjelent kiadás előtti verziót, illetve preview, tehát előzetes verziót, akkor neki már lehet tapasztalata, úgyhogy hamarosan elérhető lesz, és mint ugye ezt korábbiakban is mondtuk, lehet olcsóbban hozzá lehet majd jutni, méghozzá egész pontosan, hát nem akarok konkrét árakat mondani, mert ugye az itt reklámnak számítana, de azért nagyjából azt kell, hogy mondjam nektek, hogyha például valaki XP-ről szeretne frissíteni Windows 8 Professionalre, tehát Windows 7-ről, Vista-ról vagy XP-ről a jelenlegi operációs rendszerét, akkor az 10 000 forint alatt megteheti jelenleg, tehát egész ez úgynevezett promóciós ár. Míg ha valaki egy teljesen új verziót akar belőle vásárolni, és telepítő DVD-t is akar magának az egészből, akkor az egy kicsikét többbe kerül, az nagyjából 20 ezer. Ha 20 ezer alatt van, még az is jóval, tehát, de még az sem olyan, mintha most vennél egy Natur bármilyen mondjuk Windows 7-es operációs rendszert, ugye nem is nagyon éri már meg, hát hiszen itt az 8-as, akkor már majd azt célszerű venni. Aki pedig június 2-át követően, tehát 2012 június 2-át követően vásárolt bármilyen számítógépet, amihez Windows operációs rendszert kapott, és ugye a 7-est kapta valószínűleg rajta, tehát, vagy vele, tehát az elmúlt június, az mikor volt? Az 6. hó, ugye? 6. hó, most van 10. hó, tehát az elmúlt 4 hónapban vásárolt számítógépet, és kapott hozzá Windows, tehát Windows-t is vásárolt, ő mindösszesen 4500 forintért Windows 8-ra tudja update-elni ezt. Úgyhogy szerintem ez is egy egész elfogadható ár. Ugye erről beszélgettünk már korábban is, hogy olcsó lesz viszonylag a történet. Úgyhogy tessék kihasználni, ezt nagyjából 3 hónapig fog tartani ez az úgymond akció. Ezzel is buzdítva mindenkit, hogy váltson a legfrissebb Windows verzióra. Ennyit tudunk igazából elmondani. A Surface-ről nem nagyon esett itt különösebb szó. Pedig ugye azt is bemutatták, de hát ugye meg bemutattak saját netbookot is, ami szintén már a Windows RT-s operációs rendszerrel fut. Ebből is kétféle van, ami ARM processzoros, van pedig ami X86-os, ugye, mint mondtam, és mindkettő alkalmas ugye a Windows 8 futtatására, az egyikre a sima Windows-t kell föltenni, a Windows 8-at, abból is érdemes a Pro verziót, másikra pedig a Windows RT verzióját, amiről az előbb itt beszéltünk. Konkrét hardware specifikációt azt én most így hirtelen nem tudok nektek mondani, de valaki tudja, mert talált ezzel kapcsolatos híreket, akkor nyugodtan linkelhetitek a Facebookra, és akkor megnézzük, hogy egész pontosan mit is tud ez az új Surface táblagép hardveresen is. Jó, na jó, egy-két kérdés, és akkor utána, illetve hát megnézzük, hogy ezzel kapcsolatban is érkeztek a kérdések, és akkor még folytatjuk hírekkel, mert vannak ám még itt érdekességek, főleg Apple-lel kapcsolatos dolgok derültek már megint ki, minden hétre jut valami ezzel kapcsolatba. Miklós írja nekünk, hello Wendy, tök jó a Windows 8, a Skype, üdv. Tényleg jó egyébként, én is néztem a múltkor. Elég jó kis felületet adtak neki, tehát itt teljesen beleilleszkedik a Windowsba, mert föl se tűnik, hogy ez már egy külön program. Hát mondjuk ideje volt, ha már megvette egy ideje ugye a Windows, illetve a Microsoft a Skype-ot, akkor valahogy teljesen bele integrálni a saját platformjába. Hát most úgy néz ki, hogy ezzel az új Microsoft Design User Interface-el sikerült is, vagy Metro Interface-el sikerült is. Aztán Ábel kérdezi, érdemes-e megvárni a Windows 8, vagy érdemes-e várni még a Windows 8 telepítésére, vagy egész nyugodtan lehet már most is? Hát ember, tegnap jelent meg, te már vettél is egyet? Ha? Vagy már lekrekkelted valahonnan, mi? Ez ilyen természetes, úgy látszik manapság, nem? De már biztos fönn van, valamilyen torrent oldalon már tuti fönn van. Tehát már korábban is kiszivárogtak egyébként, ugye a kiadás előtti verzióból is már olyan
aktiválható megoldások, amivel gyakorlatilag ugye a véglegesként tudod használni, de ezekről én nem is beszélnék. Természetesen, mint ahogy most is elmondtam, a legújabb operendszerről beszélünk, úgyhogy érdemes megvenni és használni. De az, hogy most vagy várni vele még, hát most várni most jelent meg, tehát igazából sok mindenre már nem kell várni. Eddig arra vártunk, hogy megjelenjen. Most mivel megjelent, már gyakorlatilag, ha hozzá tudsz jutni, szerintem nem sokára a boltokban is van, akkor már telepítheted is. Nincs mire várni. Aztán Fodor Andri, Barta Fodor Andris van itt velünk, hello Wendy, Windows 7-et használok, abban kérném a segítséget, hogy mitől fordul elő az, hogy a rendszer elfelejti a profilomat, csak akkor töltődik be a rendszer, ha a felállás után kijelentkezem, majd rögtön vissza, köszi a segítséget. Hát nem tudom, ott valami a, szerintem, hát ott a profiloddal nem stimmel, igen, tehát szerintem töröld le szépen a profilt, hozd létre újra, és akkor, hogyha ez megvan, akkor szerintem utána jó lesz a történet. Tehát valami ott összekavarta, valamelyik program, nem tudom, hogy telepítettél például Office-t, mert az új Office az hajlamos ilyenekre, ahogy hallottam, hogy valami külön profilt hoz létre, és abba menti a beállításokat, és akkor utána viszont sajnos ezek a beállítások, ezek nem minden esetben alkalmasak a saját felhasználódnak a beléptetésére, tehát összekavarodhattak a dolgok, úgyhogy szerintem ez lesz itt az oka. Viszont itt van Marci velem. Mi a helyzet, Marci? Sikerült hazaérni, ha jól látom. Igen, sziasztok! Szanyerre hazaértem. Hát kicsit felhúzik, hogy a munkahét. Uh-huh. Miatt nem tudtam csatlakozni hozzá, tehát azért elnézést a nézőktől, de majd befotoljuk, ami késik, nem múlik. Uh-huh. Az Andy-ból. Most gondoltam, hogy akkor már becsörgök, hogyha abszolút, mód, lesz rá egy mód. Nagyon jól tetted. Azról beszéltél egyébként. Többen ugye a Facebook oldalon is írtak nekem kérdéseket ezzel kapcsolatban, és én is kicsit elgondolkoztam azon, hogy mennyire alapdologká vált, hogy az emberek crackelnek és letöltik, és hát gyakorlatilag szoftvert lopnak. Ami azért borzasztó szerintem, mert azért az új Windowsnál már gondoltak arra, hogy aki megvásárolt korábban egy eredeti Windows 7-et, annak ne kell olyan mélyen pénztárcájában nyúlni ahhoz, hogy frissítsd az újra. Uh-huh. Hát, hogy te is tudod, árakat nem mondunk, de már kijöttek, úgyhogy érdemes ugye a neten ezeket megnézegetni, és eldönteni, hogy az embernek szükség van erre, vagy nem. Aztán hát kiderül, hogy mit az új Windows, mert megmondom őszintén, ugye én még nem próbáltam ki, de majd ugye az adásban is, meg majd a későbbiekben el is volt fogjuk tesztelni. Hát valószínű, majd ugye nem sokára mi is be fogunk szerezni egyet, illetve hát én is gondolkodom rajta, hogy a laptopon ugye frissítem, és akkor onnantól kezdve jobban tudjuk majd mi is szupportálni, hogy úgy mondjam, mert ugye most maximum csak az előzetes verziókat tudjuk telepíteni, illetve arról tudunk beszélni, de én bevallom őszintén, kipróbáláson kívül nem nagyon mentem tovább bele, bár igazából olyan nagy különbség nincs is, amennyire észrevettem, tehát egy-két dolgot leszámítva, sok különbség nincs. Egyébként ami érdekes, hogy a mai napig, amikor valami néha jobban keresek a Windowsban, még mindig a régi XP-s struktúra. Valahogy, igen, nekem is egyébként, tehát ez lehet, hogy ilyen rossz beidegződés, egy kicsit olyan talán, lehet, hogy maradiságnak is mondható mondjuk az én részemre, ugye ugyanez például a file műveleteknél, hogy a Total Commanderben sokkal egyszerűbben meg tudom ezeket oldani, más meg ugye, aki a Windowson szocializálódott, és nem annak idén a Volkov meg Norton Commanderen még DOS alatt, ugye? Mert ugye a Total Commander az arra emlékeztet, illetve gyakorlatilag a funkciókban a file másolás, illetve a file műveletek az majdnem, hogy ugyanaz, mint ami korábban a Norton Commanderben volt. Valahogy ahhoz szoktunk hozzá, ezért használjuk a Total Commandert, ami egyébként jó program, és valahogy ugyanez van egyébként az oprendszereknél is, tehát tényleg, ha valaki kérdez valamit, ilyen technikai dolgot, hogy hol lehet a Windowsban ezt meg azt megtalálni, XP-nél kis újból megmondom, mi hol van, Windows 7-nél már el kell gondolkodnom. Igen. Fejből nem is mindig igen. Tudom, hogy mit hol kéne keresni. Ezt tudod, miért van szerintem nálad is, meg nálam is, mert Windows 7-ben kopogom is le, vagy ez igaz, most már elég időre használjuk. Annyira nem jönnek elő a probléma, hogy az XP-nek, XP, amíg az SP2 ki nem jött hozzá annak idején, addig azért voltak vele problémák, és meg kellett tanulni ezeket. A Windows 7-nél bekapcsolod, és ha nem akarsz semmi extrát csinálni, akkor működik. Aha, igen, hát gyakorlatilag igen. Tehát ebből a szempontból tényleg már a Windows 7 is egy stabilabb rendszer, és ugye azt ígérik, hogy a Windows 8 az még inkább stabilabb.
tehát már csak ezért is érdemes egyébként mindenkinek elgondolkodni rajta. Persze az egy másik kérdés, hogy milyen vas van alatta, mert azért azt ne felejtsük el, hogy itt azért az XP óta azért eltelt egy fél évtized gyakorlatilag, sőt valamivel több is, tehát azért valószínűleg a gépnek is hozzá kell kicsit igazodni, tehát nem biztos, hogy egy 5-6 éves számítógépen olyan nagyon optimálisan futna majd a Windows 8. Na, hát meglátjuk majd, úgyhogy... Kíváncsian várjuk. Igen. Oké. Na, hát a nézőket üdvözlöm, aztán akkor majd találkozom. Rendben. Köszönöm szépen, Marci, hogy itt voltál velem, ha így virtuálisan is. Szia, jó hétvégét neked is. Hello, hello. Nos, folytatjuk a dolgot. Valami videó futott itt hátul? Nem fut itt semmi, Krisztián. Valami hang jön ki valahonnan. Lehet, hogy a Marcin elment a tévé, vagy nem tudom. Ja nem, tényleg itt fut egy videó. De ez miért megy? Ismétlik az előadást, igen, a tegnapi előadást. Ja nem ismétlik. Most is van valami. De mindegy, ezt most hagyjuk. Csak nem tudom, ez miért volt itt nekem beragadva. De reméljük, azért értettétek jól a Marcit. Csak itt nekem nyitva maradt egy ablak, és ezáltal kicsit nehezebben. Jó, visszanézek gyorsan a Facebookra, mert vannak kérdések, úgyhogy a kérdésekkel folytatjuk. Ramóna kérdezi, szia Vendi, azt szeretném megtudni a Windows 8-ról, hogy bármilyen táblagépre lehet telepíteni, vagy csak az újakra, és ezeken akkor már menni fog a Silverlight is, meg mondjuk egy UTorrent. Köszönöm a választ, üdv. Hát a legfontosabb ugye a UTorrent, kedves Ramóna, hogy az mindenképp működjön, nehogy ugye lemaradj valamiről, amit nem tudsz letölteni a netről. Nem lehet telepíteni, sajnos. Tehát rögtön egy rossz hírrel kell kezdenem, ugye a telefonok esetében is, tehát az okos telefonok esetében is sajnos a régebbi Windows Phone-okat, tehát a Windows Phone 7-est, 7.5-öst futható telefonokra sem telepíthető a 8-as, legalábbis az eddigi hírek szerint ez így van, és ugyanígy a táblagépek esetében is egyelőre ugye a Surface, tehát a saját Surface táblagépén fog futni a Windows RT verzió, Windows 8 RT verziója, más gép egyelőre nem támogatott a történetben. Aztán, hogy később ezt a licenszet a Microsoft megadja majd más gyártóknak, ez egy jó kérdés. Ez még majd egy ilyen kérdőjel gyakorlatilag a jövőre vonatkozóan. Nem lepődnék meg egyébként, hogyha nem adná meg, és ugyanazt a stratégiát választaná, mint mondjuk az Apple, hogy csak saját eszközökön engedi futtatni az iOS-t, ugye? Tehát csak az iPhone-on, illetve az iPad-en. Simán elképzelhető, hogy a Windows RT esetében, illetve hát a Windows 8, majd a Phone esetében is, csak és kizárólag a saját eszközein engedi futtatni, és nem licenszelteti majd mással, ez majd kiderül. Ez még a jövő zené, egyelőre maga az operációs rendszer az, ami megjelent, illetve hát a Surface táblagép is gyakorlatilag mostanában lesz majd elérhető. Oké, úgyhogy egyelőre szerintem még türelem, maga az operációs rendszer asztali gépen, tehát laptopon, desktop gépen elérhető hamarosan gyakorlatilag, tehát egyelőre abba gondolkodjunk, az, hogy Surface-elünk, meg majd Windows Phone 8-asozunk, meg ilyesmi, szerintem azért még egy pár hét, amíg erről biztosabb információkat fogunk tudni, és akkor tudom majd nektek egyáltalán ajánlani, vagy nem ajánlani, olyan a történet. Jó! Zsolti van itt velünk, sziasztok Fix HD nézők, és a Vendi, szervusz Zsolti, egy olyan észrevételem lenne az új YouTube kinézettel kapcsolatban, hogy nekem a Firefoxban még a régi kinézetű, de a Chrome-ba már megújult a YouTube, igen? Én nem is néztem még, de néztem én ma YouTube-ot, és én nem láttam, hogy olyan különösebb megújulás történt volna a YouTube-on, tehát én nem tudom te egész pontosan, miről beszélsz, kedves Zsolti? De ha valaki tudja, akkor szóljatok, mert én nem tudom, nekem ugyanúgy néz ki, mint pár nappal ezelőtt. Vagy nem tudom, hogy máshogy kéne, hogy kinézzen a YouTube? Volt szó valamiféle arculatváltásra, ez tény, most valami rémlik, hogy így mondta Zsolti, de bevallom őszintén, nem is nagyon figyeltem. Jó. Tamással folytatjuk, kis Tamás, sziasztok, kétszintes házban, fent van a router az emeleten, ott tökéletes a net, viszont lent már semmi jel. Az a kérdés, hogy
hogy érdemes lentre netet varázsolni? Valamiféle antenna levezetéssel, vagy access pointtal, vagy mit ajánlotok? Köszi, jó a műsor. Én azt ajánlanám, Tamás, egy kétszintes házban egy sima access point, tehát úgy értem, hogy egy routernek simán kéne szórni a netet. Tehát ott valami nagyon rossz helyen van az a router. Az az igazság szerintem. Tehát valahova el kéne pozícionálnod mindenképpen, valami olyan helyre, ahol mindkét helyen, tehát az alsó szinten, meg a felső szinten is jobb lesz a vétel, mert egy egyszerű kis routerrel emeleteket át lehet hidalni, már hogy legalábbis fölfelé meg lefelé viszonylag ugye nincsenek nagy távolságok, ha így nézed, csak egy szint különbség van. A messzebb távolságok az már egy más kérdés. Úgyhogy különösképpen nem nagyon, tehát ezt kell ide-oda tenni. Tehát vagy olyat kell venni, ahogy egyébként Leslie is mondta, tehát olyan külső antennát kell, erősebb antennát kell esetleg rászerelni, de egyébként ha a routert veszel, van amelyik routernek egyébként alapból mint egy három antennája van, azok kicsit erősebbek. Ezzel is érdemes megpróbálni, de félek, hogy nem ez a gond, hanem most vagy olyan anyagból van a ház, ami valóban ennyire leárnyékolja, de ezt azért így kétlem, hanem én inkább arra gyanakodom, hogy ez nagyon rossz helyen van a router. Tehát fizikailag olyan helyre van betéve, ami egyébként sem hiszem, hogy ott a felső szinten sem biztos, hogy jó a jel. Azt mindenképpen érdemes lenne, hogy leviszed, és az alsó szinten dugod be, mert fölfelé kicsit jobban megy a net, hogy úgy mondjam. Tehát nem célszerű fölülre tenni, inkább alulra kell tenni, és akkor az ott alul mindent belül, és fölfelé is valamennyire. Tehát fordítani kéne a helyzeten, és mindenképpen valami más pozíciót találni ennek a routernek. Ha mégsem működik a történet, akkor lehet, hogy egyszerűen, hát amit itt írtál te is, vagy egy access pointot venni alulra is, de hát akkor ugye hogy fogja venni a felsőnek a jelét, ha lent alapból nem éri el, és mondjuk a laptopoddal nem tud venni, akkor az access point se fogja tudni. Tehát magyarul akkor lehet, hogy még egy routert lenne érdemes venni, vagy egy switchet alulra, vagy alulra bekábelezni gyakorlatilag, és egy kábellel lehúzni, és esetleg arra még egy routert rádugni, ami lent is szórja, tehát hogyha ennyire tényleg nem megoldott a rálátás. Aztán érdemes egyébként ott is frekvenciákat állítani, ez nem csak a zavarások miatt van, hanem pont egy kicsit lehet, hogy az erősségen is javít, hogyha olyan frekvenciára teszed, ami esetleg nem zavart, nem tudom, hogy ott a környéken van-e máshol is router, de ha igen, és az mégis elérhető közelségben, akkor viszont az is lehet egyébként, hogy a routereddel nem jó valami, tehát nem csak a pozíciója nem jó, hanem lehet, hogy nem stimmel valami vele az adó oldalán gyakorlatilag, ha ilyen gyenge, mert egy routernek az erősebbnek kell lenni. Oké. Aztán Xix Tomi is írja nekünk, sziasztok, képernyőn keresztül elkaptam a náthát tőled, Vendi, megnéztem a műsort, és pár órával rá én is beteg lettem. Hát sajnálom, de nem hiszem, hogy ez lenne az oka. Ott még azért nem tartunk, hogy a tévén keresztül fertőző lenne bármi is, pláne a nátha. Úgyhogy van egy olyan érzés, ami másokból kifolyólag van ez, kedves Tamás, úgyhogy ne engem hibáztas, kérlek. Jó? De egyébként tényleg sokan elkapják, most ez egy ilyen, jön a hideg, pláne most már hétvégén állítólag nagyon hideg lesz, még havazást is mondanak az ország bizonyos területein, úgyhogy lassacskán, de beköszönt a tél is, bár még ugye ősz van javából, de beköszönt végre, mert annyira nem örülünk neki, vagy legalábbis én annyira nem szeretem a telet, bevallom őszintén, maximum a nyugalom miatt néha egy kicsit jobb, de hát a hideg miatt meg nem. Úgyhogy sokan betegek ilyenkor, az időjárás változása, sokan allergiásak. Én nem nagyon, aztán mégis valahogy mindig ilyenkor szoktam beteg lenni, pont valamelyik nap gondoltam bele, hogy talán két évvel ezelőtt is pont ugyanebben az időben volt az, amikor ugyanígy beteg voltam, és akkor még emlékszem, hogy otthonról csináltam, otthonról jelentkeztem be Skype-on keresztül egy bögre forró teával körülbelül, és az is valamikor így október környékén volt, október végén, úgyhogy valahogy én ebben mindig belefutok így tél előtt. Ez van. Aztán Csaba! Tudom, megint fordítva adok az üzenetekkel, majd megkapom megint a fejemhez, nézzétek el nekem, de remélem, hogy itt vagytok még velünk, illetve Csaba is itt van, aki most a kérdését, és akinek a kérdésére fogok most éppen válaszolni. Hogyan tudok Blu-ray lemezt készíteni otthon saját kezűleg, DVD, lemezíró program segítségével, gond nélkül, mert nem fér a sima DVD-re egy jó minőségű film,
és helyet szeretnék spórolni a lemezen, ezzel a megoldással előre is köszönöm a segítséget. Hát Csaba, következő a helyzet. Blu-ray lemezt csak Blu-ray íróval tudsz készíteni. Ennyire egyszerű a képlet. Tehát tudsz otthon, ugyanúgy kell gyakorlatilag Blu-ray lemezt csinálni, mint DVD-t. Tehát ugyanúgy kell írni, mint a DVD-t. Sok különbség nincs, annyi a különbség, hogy ugye sokkal több adat fér rá, és az író is, Blu-ray író kell, hogy legyen. Ennyi a megoldás. Ha nincs Blu-ray íród, akkor nem tudsz Blu-ray lemezt csinálni, tehát mindenképpen Blu-ray meghajtóval kell rendelkezned, ráadásul íróval, tehát nem elég, hogy csak olvasni tudjon, írnia is kell tudni. De manapság egyébként most már egész korrekt árba kezdenek ezek is lenni, hát még jóval drágább, mint a DVD író, de azért már konszolidálódott az ára, úgyhogy már akár meg is érheti, a sok filmet írsz ki, bár nem tudom, hogy ennyi DVD lemezt vásárolsz meg, vagy Blu-ray-t, és ezeket te mind biztonsági mented, ebben már megint nem is akarok belemenni, bele se gondolok inkább, hogy vajon miért akarsz ennyi DVD lemezt kiírni jó minőségben? Hát vagy tömörítsd össze! Ugye ez is egy megoldás, tehát azért a 4,2 gigányi adat ráfér egy DVD-re, ha egy Blu-ray lemezt lerippelsz, hogy úgy mondjam, és csinálsz belőle H264-es MPEG 4-et, ugye, és a legfullosabb minőségbe, HD-be akár, akkor az nagyjából 4 gigába szó-szó. Sima HD-be az tűrhető minőségű. Nem azt mondom, hogy a legjobb, de tűrhető minőséget ad vissza. Okay. Megyünk tovább. Gábor, szia Vendi, mi volt a neve annak a régi videóklipnek, amiben te is rappeltél? Melyikre gondolsz, mert több is volt. Az Uninstall nevezetű, hát most direkt mondtam így, hogy Uninstall, csak hogy érthető legyen, Uninstall nevű formáció, YouTube-on fönn ma megtalálod, ha arra gondolsz, de többféle is volt, mondom. Aztán Dauda Péter kérdez tőlem egy olyat, amire nem tudom a választ így kapásból, úgyhogy segítsünk a Péternek. A Sticky Notes-nak a tartalma az hol található egész pontosan, melyik mappában? Elég fontos dolgok vannak nekem ott, és újrahúzás után jó volna, ha nem tűnnének el, hanem valahogy menteni tudnám egy az egybe az összeset. Szerintem valahogy user könyvtárba kell, hogy legyen, tehát mivel az gyakorlatilag user szinten változik, tehát bárkinek, bármelyik felhasználó lehet ilyen sticky notes-e, hogy úgy mondjam, tehát egy kis jegyzettömbje. Ezért szerintem ez valahogy user könyvtár tartalmazza, talán a dokumentumokba. De nem vagyok benne 100%-ig biztos, úgyhogy ott néz első körben körül, vagy net megint csak, tehát Google beírod sticky notes, és hogy hova, tehát hogy azzal kapcsolatban mindenféle infót dobáljon ki, szerintem kifog. Jó? A háttérben mi történik a Winchester-re, leszkezdi tőlünk Tamás? Hát Tamás, ez majdnem olyan kérdés, hogy miért piros a ledje, hát most mi történik? Éppen egyébként semmi, csak bele van állítva ebbe a dokkolóba. Szerintem éppen nincs rajta semmi, egyébként meg másolunk, adatot mentünk éppen, hogy legyen hely a rögzítőgépünkön, mert hogy betelt, és ezért ugye kimentjük az adatokat egy külső Winchesterre, amit elteszünk a fiókba, mert éppen régebbi adások vannak rajta, mondjuk ilyen tavalyiak, amik már most annyira nem kellenek, ha meg kell, akkor meg csak előszedjük, bedokkoljuk, lemásoljuk, beadjuk, ugye, így működik, viszont az adás rögzítőgépen, amiről ugye rendszeresen játsszuk ki az adásokat, azon felesleges éppen jelenleg tárolni, mert kell a hely az új adások számára. Okay? Ennyi a történet. Közben belinkelt a Zsolt, hogy neki hogy néz ki a Chrome-ban a dolog. Hogy neki, aha, tényleg egy kicsit már más neked itt a dolog. Nekem meg még nem más. Akkor majd idővel szerintem nekem is más lesz a YouTube, a Chrome-on belül. Meg mindenkinek valószínűleg. De egyébként nem, tehát ez nem más, ez ugyanaz, csak neked itt oldalt nem olyan menük vannak, hanem ilyen, nem tudom, ilyen furcsább menüben van ez megjelenítve szerintem. Mert, na mindegy, nem tudom. Állandóan változtatják egyébként a user interfészeit az ilyen különböző közösségi szájtoknak, már pedig egyébként a YouTube is az valahol, tehát ugye az egy videó megosztó. Aztán ugye, mivel most már szinte az összes ilyen oldalnak 100 milliós, ugye a Facebook esetében milliárdos nagyságrendről beszélünk, ezért ez nem mindenkinél egyszerre frissül le. Ez a dolog. És ezért lehet az, hogy valakinél még máshogy néz ki a történet,
van, akinek meg már esetlegesen az új felület van. Laci kérdez, hogy zenész voltál, venni? Nem voltam zenész, kedves Laci. Attól én nagyon messze voltam. Ezek ilyen kis, hogy mondjam, hobbi poénkodások, maradjunk ennyiben, mert ha megnézed esetleg a videóklipet, mondom, rá lehet keresni a YouTube-on, fönn van, én is megtaláltam a múltkor, nem is tudom, ki tette fel, mindegy. Tehát azért ezt én nem nevezném zenésnek, bár ugye, ha azt nézzük, hogy manapság mi az elvárás, simán. Tehát Grammy-re is mehetnék akár, vagy mit adnak át ilyen Bravo díjra, nem tudom, nem vicceltem természetesen, nem gondoltam komolyan. Mindenki volt fiatal, mindenki próbálkozott, akinek van egy kis érzéke, vagy szereti a zenét, azt szerintem próbálkozott zenéléssel, van, aki komolyabban, van, aki kevésbé. Én nem komolyan, én csak ilyen hobbiból. De ez már nem is az a korszak, ráadásul ez a tévés korszak, amikor csináltunk a Füle Zolival, meg egy korábbi kollégával, Zengődi Zsoltival, akit egyébként szintén üdvözlök, ha esetleg néz minket, de rég láttam a Zsoltit is. Szóval csináltunk egy ilyen kis bohókás videóklipesnek nevezhető valamit. Tehát ez csak poén. A zenéléstől én messze vagyok. Szeretem a zenét, de sajnos nem tudom művelni. Mikor lesz ismét stúdió? Hát végülis péntek van, beleférnek az ilyen sziaszt a kérdések. Mikor lesz stúdió bemutatás ismét? Hát mit mutassunk be? Hát már láttátok egy párszor. Sok változás nincsen. A Fix magazinnak lett ugye nemrégiben új díszlete, de az sem olyan nagyon nagy ördöngőség, tehát más színű lett a fal, meg bekerült egy-két díszletrend egyébként. A stúdió nagy része ugyanúgy néz ki, hiszen nagy része a műsoroknak ugye virtuális háttérből megy, tehát a zöld vásznat meg nem festettük át kékre, tehát ugyanúgy zöld. Úgyhogy sok látnivaló igazából nincsen. Higgyétek el, én unom a legjobban, tehát minden nap bejönni és ugyanezt a stúdiót nézni egész nap. Hát azért kellett már valamit kifesteni mondjuk a Fix magazin helyszínen is, ugye, hogy ne azt a zöld falat nézzük már nem tudom évekig, most már legyen lila, mondjuk. Tehát, na jó, nem, csak vicceltem persze, hát már ideje volt ugye az új arculathoz igazítani a műsort is, ezért lett átváltoztatva. De ennyi, tényleg higgyétek el, semmi extra változás nincsen a régihez képest. Közben Tamásnak is újra lett a YouTube-ja. Jól van, hát akkor szép lassan szerintem mindenkire. Lehet, hogy nekem is már új, csak most zajlik éppen a változás. Menjünk tovább. iMac? Fú, tényleg hétvége jön már. Szóval iPad miniről ugye volt szó a héten, megjelent az is. Nem hozta azokat az elvárásokat, illetve eredményeket eddig legalábbis, amire számítottak, de hát ugye ez majd az első egy hónapban derül ki, hogy vajon azok, akik ilyenben gondolkodnak, ők mennyire hajlandók ezt esetleg megvenni. Minden esetre már el is készült a kínai iPad mini klón, ami egyébként nem is sikerült annyira rosszul. Két nappal az iPad mini hivatalos bejelentése után előállt egy kínai cég a maga klónjával. A GoPad Mini-t ugyanaz a gyártó, a Gookfone készíti, ami a legsikeresebb kínai iPhone 5 másolatot is készítette, ugye a Gookfone i5-ös néven. Hogyha abban az esetben, úgy most is, az előzetesen kiszivárgott technikai adatok, illetve a kémfotók alapján dolgoztak a mérnökök, és a hivatalos bemutató után csak kisebb igazításokat kellett tenni, hogy minél gyorsabban hasonlítson az eredeti termékre, akkor egész jó kis gépet lehet ebből kapni. A GoPad Mini ránézése megtévesztésig hasonlít az Apple Mini táblagépére. Meg is tudjuk mutatni? Hát lehet, hogy pont megmutatni nem tudjuk. Majd mindjárt megnézem egy videó, majd lehet, hogy a videó benne van, csak össze egy-két ismertető, hogy mi van rajta. Jó, meg mit tud a gép. De meglepő módon a hardware sem sokkal gyengébb, mint egy olcsó kínai másolattól, ezt nem is várnánk egyébként. A 8 hüvelykes képátmérője van, tehát egy picit nagyobb, ugyan, de a felbontása például a kijelzőjének, az dettó ugyanaz, 1024x768 pixel, 1,4 GHz-es processzor van benne, két magos, tehát nem négy magos, ugyan nem két magos, de mondjuk a másikban is csak két magas, vagy A5-ös.
proci, 1 giga memória, 8 giga háttértár, ami ugye változtatható, tehát egy sima SD kártyáról, micro SD kártyáról beszélünk, úgyhogy változtatható, illetve az iPad minihez hasonlóan elő- és hátlapi kamerát egyenként tettek bele, egyaránt tettek bele, ezek már a gyengébb kategóriába tartoznak, 0,3, illetve 2 megapixel felbontások, tehát itt nem a kamera dominál, mert ugye azt tudjuk, hogy az előlapi kamerája is az iPadnek már viszont HD, tehát itt meg aztán a HD-től még nagyon-nagyon messze vagyunk, mert 0,3, tehát 2 megapixel összesen, hát az elég gyenguszka. A készüléken viszont Android 4.2-es verzió fut, tehát már a legújabb Android fut rajta, de a kezelő felületet úgy alakították át benne, hogy ez minél jobban az iOS-re hasonlítson. A kínai gyártó szemérmetlenül ellopta még az iPad mini reklám szövegét is, az Every Inch an iPad is, tehát ez a szövege gyakorlatilag, hogy Every Inch an iPad, és azzal nagyjából egy időben novemberben jelenik meg a maga táblagépével, aminek legnagyobb erőssége mindenképpen az ára lesz, ugyanis mindössze $99 fog kerülni, ami az iPad mini legolcsóbb verziójának kevesebb, mint egy harmada. Tehát a legolcsóbbnak, a leggagyibb verziónak, hogy úgy mondjam, az egy harmada. Arról nem szól a fám, hogy ebben van-e mobilnet, vagy ez is csak wifi-s, van-e benne GPS, meg ilyesmi, tehát ennyi technikai adatot tudunk igazából róla csak, hogy mekkora a kijelzője, milyen procia van, illetve mit tud, de igen, lehet, hogy a videóban mondjuk kiderül, nem hülyeség, amit te itt mondasz, Krisztián. Úgyhogy gyorsan bele tekintünk a videóba, egy perces, én most ezt csak tényleg belenézek. Aha, csak a videó az nem videó igazából, hanem csak a videóban mondják el azt a... De hát ugrul a képet is mindjárt. Mutasd már. Muti. Ott van, mi? Stopp! Tehát így néz ki a történet. Van benne wifi, 4.1-es van benne, ezt elírták, tehát 4.1-es, csodálkoztam is egyébként, hogy 4.2-es Android azért még nem kéne, hogy legyen, pláne, hogy most még most terült ki csak a neve, tehát szerintem az még késincs igazából. Tehát 4.1-es Android rajta, és így néz ki. Nem olyan rossz ez, már hogy kinézetre. $99, ugye vagy? Hát veszek magamnak 2 karácsonyra. Hát most... Hát... ez már azért jobb egy fokkal, szerintem, mint... Tehát esküszöm, nem olyan rossz. Nem rossz a dolog. Hát ennyi, szerintem ez már csak egy kép, ami itt már videóban beszélnek róla. Tehát novemberben ez meg is fog jelenni. Hát... Szóval pofátlanok, nem? Tehát, hogy így ilyen gyorsan rögtön megjelenik, és már le is klónozzák, és gyakorlatilag nem sokkal rosszabb. Tehát, ha a fényképezőit leszámítjuk, de most őszintén, tehát ezekkel fényképezni, meg ilyenek, úgysem ez az erőssége ennek a történetnek. $99, hát ez... Nagyon úgy csó. Jó, na jól van. És ha már még egy utolsó, szintén mobilokkal kapcsolatos történet, Apple méghozzá. Hát, nehogy fölháborodás legyen belőle, nem baj, belevágok. Az Apple hasonlít egy valláshoz, ezt mondják. Hát ezt eddig is én is vallottam, hogy hasonlít egy valláshoz. A University of British Columbia antropológusa Kristen Bell szerint az Apple-nek igazak, Apple-re igazak az olyan állítások, amelyek vallássá tesznek egy irányzatot. Az antropológus azután jutott erre a következtetésre, hogy megnézte az iPad mini bemutatóján készült videót. Ha egy idegen megnézi a bejelentések valamelyikét, azt gondolná, hogy valamelyik vallási eseménybe csöppent bele, mondta ezt Bell. Az Apple a többi cégtől különbözően használja szimbólumait, például az almás logóját. Számos olyan jellemző igaz a cégre és a rajongóira, amelyek igazak a vallásokra. Az egyik legfontosabb ilyen jellemző a karizmatikus vezető, aki ragyogás tárgya lesz. Ez valamennyi vallásra igaz, a kereszténységtől a szientológiáig. Szükség van egy jó kiállású vezetőre, aki prédikál és irányítja a tömeget. Bell szerint az Apple eseményeken valamennyi felszólaló cégvezető úgy építi fel az előadásait, hogy megerősítse a hallgatóságot a cég és a termékei iránti hűségében. Ehhez
Ez kell ahhoz is, hogy a vásárlók ne legyenek dühösek, amikor több száz dollárért veszik meg mondjuk az új eszközöket, és fél év után kiadnak egy még újabbat belőle. A vallásokra jellemző második legfontosabb állítás, hogy jelen van a kényszerítő erő és az átgondolt reform. Az Apple hagyományosan nem közvetíti élőben a termékbejelentéseket, bár ez egyébként pont egy rossz történet, már az a része, hogy a legutóbbi pont közvetítette egyébként. Korábban az újságírók és a bloggerek közvetítettek az eseményekről, ők voltak a tanúk, a proféták, akik átadják a követőknek a hallottakat. Az ilyen bemutatók arról szólnak, hogy promotálják a termékeket, legjobb oldaláról mutatják be azokat, vágyat ébresztenek a vásárlókban, hogy mindenképpen meg akarják azt venni. Az Apple persze nem szó szerint kényszeríti semmire a vásárlóit, mégis milliók veszik a legújabb termékeket, sikeresen működik tehát a gépezet. A harmadik állítás, ami a vallásokra igaz, hogy a vezetők a tagokat gazdaságilag, szexuálisan vagy bármilyen más módon kihasználják. A szexuális kihasználás itt természetesen ki van zárva, így belvizsgálatában a gazdaságra koncentrál. A szientológiában például úgy lehet növelni az úgynevezett tetán szintet, hogy a tagok pénzt adnak az egyháznak. Az Apple csak azt kéri, hogy vásárolják meg a terméket, minden egyes terméknél megpróbálják meggyőzni a vásárlókat, hogy szükségük van rá. Úgy, ahogy az első iPad bemutatójánál egy nem létező kategóriába vezettek be, és elhitették az emberek, hogy szükségük van egy újabb platformra. Kirsten Bell szerint az Apple többet árul, mint termékeket, egy életérzést közvetít, elég csak megnézni a hirdetéseket. Minden jellemző ellenére Bell nem gondolja azt, hogy az Apple vallás lenne, hiszen csak egy sikeres cégről van szó, az emberek bizonyára ezért is veszik a termékeket, mert azok jók és népszerűek. Az Apple valláshoz való hasonlítás egyébként nem újdonság, a BBC tavasszal mutatott már be egy dokumentumfilmet ezzel kapcsolatban, és ott azt mondták, hogy az Apple rajongók agya úgy reagál a cég bejelentéseire, mint a vallásosak agya szokott reagálni a vallási eseményekre. Úgyhogy nem alaptalan a történet. Kicsit a fanatizmus is efelé megy, én úgy érzem. Tehát tényleg már csak a gospel-féle éneklés hiányzik az ilyen bemutatókról. Tényleg nem akarok senkit degradálni ezzel, de hát végül is hinni valamiben jó dolog, csak meg szép dolog, pláne hogyha jó dolgokról beszélünk, tehát ráadásul itt ugye tényleg egy sikeresen működő és jó termékeket forgalmazó cégről beszélünk, tehát nincs ezzel gond, én csak azt mondom, hogy mindenki azért tartsa nyitva a szemét, tehát és ne higgyen el azért mindent, amit hall. Jó? Tehát saját magunk próbáljuk meg önállóan dönteni, és ne valami után menjünk, ami lehet, hogy nem is úgy van. Tehát ne hagyjuk magunkat irányítani ilyen szinten, ne hagyjuk magunkat agymosni. Jó? Mert aki már van egy iPadje, nincs szükség egy másikra. Jó? De most csak egy példát mondtam, maximum egy korszerűbbre, egy újabbra, de csak azért, mert megjelent egy, nem muszáj megvenni, mert még nagyon sokan vannak ezzel itt, én biztos vagyok benne, hogy van egy csomó olyan embereknek, több is van otthon, csak azért, mert miért ne. Van egyes is, kettes is, hármas is, most már lehet, hogy lesz mini is. Csak azért, hogy, mert, és ezzel mit erősítünk most őszintén, vagy mit erősít az ember? Semmit. Mert most a céget, maximum az Apple-t erősíti, mert hogy önmagát nem, mert nincs szüksége három darabra, nem? Na mindegy, ha csak nem a családba elosztogatja, mert akár ez is lehet, de hát ez mindenki rá van bízva, én nem akarok senkit természetesen ez alapján megítélni, meg véleményezni. Jó! Na, egy gyors játék kérdést hagyd tegyek föl nektek. Egész pontosan. Azzal kapcsolatban becsuktam az ablakot, úgyhogy nem fogom tudni. Volt kérdés már a héten, úgyhogy, de nem újdonság, úgyhogy felteszem még egyszer. Remélem, hogy azóta kicsit jobban utána néztetek, és már tudjátok rá a választ. A 4.2-es Androidnak a kódnevére lennék kíváncsi. Még egyszer, tehát hogy hívják a 4.2-es 4.2-es verziói Androidot hogy hívják, tehát mi az ő kódneve, ez a kérdésünk. 44-51-349, ez pedig a telefonszám, és Egér Alátét a nyeremény, aki tudja, nem bonyolult szerintem. Ma is volt róla szó, meg beszéltünk is róla, sőt a héten már kérdésként is szerepelt ez, úgyhogy aki látta a műsort, szerintem tudhatja is, hogy miről van szó. Visszanézek gyorsan a Facebookra, addig nyugodtan telefonáljatok, egy perc van az adásból hátra, úgyhogy tessék gyorsan egy hívónak beérkeznie ide a műsorba.
Zsolti. Tehát az igazság, Zsolti, hogy és komolyan, beolvasom, csak hogy érezzétek a kérdéseket, és tényleg nem akarok senkit megbántani, de ez mi? Tehát a torrentes Windows 7-et cserélek 8-asra, megkeres a szoftverrendőrség? A Windows-os oldal felajánlja $29.9, már hogy leupgrade-elheted. Őszintén, most ez halál komoly ez a kérdés, tehát hogy... Nem tudok erre mit mondani. Tényleg. Nem akarok, mert csak csúnya dolgokat tudnék rámondani. Jó, tehát ha valaki ilyen dolgokat csinál, legalább ne ömlessze már fel az internet. Ez olyan, mintha ilyenokat kérdezgetnétek, hogy tudok-e cracket adni valamihez, hát mondjuk valamilyen programhoz. Hát most ne vicceljünk már. Persze, itt azokat fogom az adásban mondani, sőt pénzért árulom majd, tehát még nagyobbat bűnözzek, nem? Tehát azért álljon már le egy kicsit a menet, tehát gyerekek, próbáljunk már meg. Tényleg mindent megpróbálnak már a szoftvergyártók, látjátok, most is kedvezmények, mit tudom én itt az új Windows esetében is, tehát tényleg 20 000 forint alatt hozzá lehet jutni, tehát akinek ennyit nem ér meg egy operációs rendszer, bezzeg a számítógépet, azt megveszünk több 100 000 forintért, nem? És akkor már nem veszünk, pláne, hogy abban benne is van a Windows, tehát ha már megveszünk, akkor ugye úgy még olcsóbb egyébként, tehát beépítik az árba gyakorlatilag. Tehát ne krekkelgessünk, tényleg. Örüljünk inkább, hogy szupportált, normális, legális operációs rendszert használunk. Én is persze büszke vagyok rá, hogy nekem a szoftvereim mindegyik legális. Egy darab illegális szoftverem nincsen. És ezt halálkom olyan mondom a gépemen, úgyhogy... Ennyi, gyakorlatilag. Na, senki nem tudja, hogy hívják a 4.2-es Androidot? Hm? Jó, hát akkor megmarad az egérke nekem. Egérke, egér alátét nekem. Jó? Key Lime Pie-nak hívják az új kódnevét az új Androidnak. Jól van. Na, hát ennyi fért a mai műsorba. Remélem, hogy jövő héten is velünk tartotok, ugyanígy 5 és 6 között lesz restart, én itt leszek egész héten, és remélhetőleg pénteken meg Marcival kiegészülve leszünk itt, bár ugye lesz itt jövő héten is mindenféle szünet, meg ilyesmi, csütörtök, péntek, ugye, ha jól tudom, de mi leszünk, ha minden igaz, ezekben a napokban is, tehát nálunk ez nem lesz szünet, úgyhogy érdemes lesz nézni minket egész héten ugyanígy a restartban, tehát 5 és 6 óra között. Köszönöm szépen az egész heti kitartó figyelmet, jobbulást kívánok azoknak, akik szintén betegek, akár csak én, és aztán készüljetek fel a térre, mert hétvégén állítólag jön a hideg, úgyhogy tessék autógumikat lecserélni, kicsit jobban befűteni, melegebben, rétegesebben öltözködni, stb. Fogadjátok meg Vendi bácsi tanácsait. Jó hétvégét, jó pihenést nektek, sziasztok! Együttműködő partnerünk. Proserver.hu. Fényképes ajándéktárgyak.hu.